forgatások lebonyolításához a kísérőmotorokat elektromotoros partnerünk, az Electrobiker biztosította. Sziasztok! Sziasztok! Üdvinen a Kókai Motocross pályáról, stílusosan egy crossmotor mögött ülünk. Máté Cimborán motorja ez az RMZ 250. Ezzel fogjuk ma megnézni, hogy lehet-e endúrozni egy crossmotorral, mivel mi nem a motocross világából jövünk, minket az annyira nem érdekel, azt tudjuk, hogy viszonylag jól lehet crossozni egy RMZ 250-es crossmotorral, de hogy extrém akadályon, erdei szakaszon és egyéb olyan alapvető endúros feladatokat, amivel le lehet próbálni, hogy vajon egy igazi enduro túrán is megállná a helyét a dolog, ezt próbáljuk ma leszimulálni ezen a pályán és ennek a környékén, hogy tudjunk nektek mesélni róla, hogy milyen is volt egy RMZ-vel endúrózni. Máté, mikor ez a motor? Ez a motor 2014-es. Ez már injektoros, ez ugye? Ez már az injektoros. 2010-től vannak az injektoros RMZ-k. Mikor jött ki ebből az első modell? Az első RMZ 2004-ben jött ki, még karburátorral. És akkor ez hányadik generáció már az ez injektorból? Ez a tizedik generáció. Injektorból meg a negyedik generáció. Tehát akkor ez most már nem egy kiforratlan technika, nem. Hanem ez az injektorosok közül azért már nem az első széria, tehát nyilván nem a gyermekbetegségekkel küzdő dolog lesz ez, de ettől függetlenül tényleg kíváncsi leszek, hogy milyen ez a gép a mi szájízünk szerint tesztelve. És akkor mondok még pár dolgot erről a gépről, amit én is tudok, meg te is kiegészítesz. Soha első teleszkóp van benne, ami ugye egy komoly japán teleszkóp márka, és azt is tudjuk most már róla, mivel éppen most tettük bele reggel a teleszkópot egy felújítás után, hogy az egyik szárban van a rugózó elem, tehát az szinte csak rugózik, én sok csillapítást ott nem is tapasztaltam, nem is volt míg a másik, van, még a másik szár, azt összenyomod, és így jön ki, így alig jön ki, mert abban van a csillapító fokozat. Ami egy érdekes összeállítás, de nem ördögtől való dolog ez, még a mai napig is használják ezeket a fajta hibrid teleszkóp száras megoldásokat különböző modellekben. Hány lóerős ez egyébként? Mit olvastál róla? 45 lóerős. 45 lóerő, gondolom jó magas fordulaton. Ilyen 14 000, azt hiszem. 10 000 fölött, tehát ezek azért forognak. Én megnéztem, egy nagyon rövid löketű motorról van szó. Igazából a hagyományos kvadratikus furat ugyanaz, mint a lökettől, teljesen eltérő, szinte már inkább a dugattyúra ezek benne, mint sem löketként hozok benne. Ez egyébként látszik is, hogy maga a hengerrész az nagyon lapos, tehát egy nagyon lapos kis henger van benne ezekben a motorokban, mert nagyon rövid a dugattyú mozgásának az útja, és ráadásul a dugattyúk is nagyon laposak ezekben a motorokban. Ezért érzékenyek is ugye a kopásra, sokkal könnyebben bebillennek. Mit kell erről tudni, erről a motorról? Mióta van ez meg neked? Mik voltak vele a gondok eddig, ha voltak? Ez nekem 2 éve van meg ez a motor. Hát nem tudjuk az üzemóráját pontosan, mert kicserélték és 12 üzemórával vettük a számlálóba. Vagy nullázták, vagy valami. Vagy valami. És hát 50 órát hibamentesen elment, a kötelezőket kapta, az olajcsere, levegőszűrő és a szelepézagállítás, és 50 óra után kitámasztott a szelep, és akkor lett egy felújítás, ami igazából most volt. Igen. Egy-két hónapja. Igen, azóta nem is sokat futott a motor. Nem, azóta 7 órát futott a motor. És ez az, amit mindig mesélünk nektek, hogy egy motort, hogy az előző életében az, mi történt, arra sose lehetsz biztos, ha csak nem valami nagyon jó barátodtól vagy rokonodtól veszed meg a motort. Úgyhogy igazából amit mi láttunk, az, hogy volt benne egy ásméretű dugattyú, ami egy nagyon picit meg volt kopva, egy 200-addal volt nagyobb így az illesztési hézag ezzel a kopott dugattyúval, ezért szintén raktunk bele egy ásdugattyút. Ezeket a méréseket a Fehér Gézeik, a Yamaha Fehérbe csináltak, és pontosan kiméregették, ugye ez egy komoly mérési metódus, több ponton mérik a dugattyút, hengert, és satszolják meg, vagy állapítják meg, hogy milyen dugattyú lesz benne a jó, és azt állapították meg, hogy ebben még ugyanúgy visszamehet az ásdugattyú. Lényeg az ennél a motornál, hogy elvileg a teljesítménye az megfelelő lenne arra, az a 45 lóerő, ez már elég arra, hogy szinte minden endurós feladatot meg lehessen csinálni. Ha visszagondolok az én
kezdeti endurózásaimról, amikor ezek a motorok már úgy használt piacon is megvoltak, akkor sokan vettek ilyet, és jöttek velem is endurózni ilyen motorokkal. Nagyon jónak ígérkezett ez endurónak, mert nagyon könnyű, nagyon kezes, árban egészen Olcsó, olcsón ezt lehetett ki lehet akkoriban mondani. hozzájutni. Én most itt beszélek erről a pont erről a 14-es évekről, amikor ezekből már voltak egy-két éves modellek, és ezekkel jöttek velünk endurózni, de emlékeim szerint nagyon hamar eladta mindenki, mert rájött, hogy igazából igazi, keményebb endurózásnál nagyon sok hátulütője van ennek a típusnak, a sok előnyös tulajdonság, előnyösnek tűnő tulajdonság mellett is. Ezt fogjuk nyomozni. De Máté is fog vele menni, én is fogok vele menni. Az eddigi videókban, ha már nem tudom mikor jönnek ki, mert a Máténak már több motorját is leteszteltük, van olyan videónk, amiben Máté megy szinte végig, és én csak így belekóstolok, de itt most külön megbeszéltük, hogy most én fogom a legtöbb részen használni ezt a gépet, mert ebben tényleg kíváncsi vagyok, hogy az én enduróhoz szokott mancsommal hogyan lehet ezzel menni. Aztán majd, ha valamit nagyon nem tudok vele, akkor Máté kisegít, mert amúgy Máté nagyon ügyes, és nagyon jól ismeri és jól kezeli a saját gépét, és megnézzük, hogyha viszont rágyakorolsz, és a tied a motor, és tényleg jól ismered, akkor azért milyen szintig lehet eljutni némi gyakorlással. Erről fog szólni a videó, tartsatok velünk! Sziasztok, az MXR-ból jelentkezek. Hát egy RMZ2-t verő kéne beszélnem itt ugye a sok KTM meg Husqvarna között, ami azért nem egyszerű. Mostában azért crossba használják már csak a japán motorokat, sajnos nagyon lemaradtak az enduro fejlesztésekkel. Hát ha endurozni akartok vele, akkor annyira nem javaslom, majd rájöttök, hogy miért hosszú az egyes, forni fog mindig a víz, ha ventilátor teszel, akkor lemerül benne az aksi, hogyha aksis, ha nem aksis, mert mondjuk még nem önindítós, akkor meg nem is tudod rárakni. Úgyhogy egyébként elég sok mindent tartunk hozzá, tehát annak ellenére nem annyira keresik itt nálunk, de mint látjátok itt a légszűrőtől kezdve a vázvédők, tárcsavédő, kézvédő, aljavédő, tehát ha esetleg mégis úgy gondolod, hogy nagyon kemény vagy és endurózol, akkor gyere be és ki tudunk szolgálni mindenféle kiegészítővel. Sziasztok! Ebbe a gyors, ide pattintom, oda teszem, sok kuplungot kér, mert ez kettes, és ha nem kuplungol, akkor rángat meg bepöffen. Tehát kínálgatni kell kuplungol, és már kezd fájni az ujjam. Ettől a húzogatástól szerintem vízhólyag lesz itt az új tövembe, mert egy ujjal kuplungolom, akkor tudom jól csinálni ezeket a dolgokat állva. De olyan jó a ritmusa, olyan jól lehet dobálgatni. Befékezel, rápattintod, itt is van az a lehetőség, ami ebbe a sietősbe jó, hogy egyszerűen oda rögtintesz neki egy jó közepes gázt, amit úgy már nem is gondolkozol, hogy mekkora lesz, persze nem akasztod le, és pont mindig jó lesz, pont így jól befordítja az orrát, nagyon jól lehet vele így powerside-olni, nem megy túl a segge, valahogy megindul szépen, és ez ott úgy marad, jól kontrollálható vele a sodródás, annak ellenére, hogy azt gondoltam, hogy ahhoz azért egy picit finomabb szabályozhatóság kellene, de itt is bejön az, hogy mivel nem szabadul le a pokol, pont jó lesz, megoldja. Ebbe jó. Nézzük akkor egy kicsit a hardabb, nyektetősebb részt. Szerintem ott lesz majd, ahol elválik az. Aha! Akkor nem feltétlenül indul jól, amikor lepöffen. Most kell ez a melegindító. És akkor jól indul.
mondok, akkor azért betöltem. Kezd melegedni a kuplung. Nem is az, hogy egyszerűen két ujjal kéne húznom, mert egyen már nem bírom jól szabályozni, de cserébe hamar lefullad, és közben pedig nehéz beindítani. Lassan eljutunk minden olyan kis dologig, amitől kiderül, hogy ez igazából erre már nem annyira jó. Nem azt mondom, hogy lehetetlen vele megcsinálni. Aki ügyes, meg tényleg úgy rá tud röttyenteni egyet, akkor meg lehet, de mihelyt gördítve kell ezeket ügyeskedni, akkor jönnek a bajok. Szerintem tudok róla nyilatkozni, bár nyilván szuper lenne kipróbálni vizeskövön, sáros följáróba és egyéb helyen, de hát ma ezek a lehetőségek álltak rendelkezésre. Meg lehet ezeket csinálni vele, ha egy picit is már gurul a kerék. Talán az összes dolog, amit szoktam mondani, hogy mi a különbség a 2T és a 4T között. Ugye a modernebb 4T-k egyesben nem tudnak annyira finomak és annyira jól szabályozhatóak lenni, hogy mindig minden talajviszonynál szépen gördíteni tudj, szépen pumpálva megtapasztani tudj. Ez ennél hatványozottan jelentkezik. Tehát ez aztán tényleg kirúgja magol a talajt. Ne felejtsük el, hogy 19-es hátsó kerék van rajta. Ami azt jelenti, hogy ezzel a nagyobb ráffal azért akárhogy is csalsz és megveszed a legducibb gumit, az eleve cross gumi lesz, aminek általában a szövetszerkezete, a váza viszonylag kemény, és nem tudod annyira leengedni, hogy ez egy nagyot terüljön, mert különben meg azt az alacsony profilmagasságot át fogod ütni egy sziklán, egy farönkön, kopogni fog a felnéd. És így ez is egy közel egybáros motocross gumi, amivel itt mókolunk, ez sem segít a mai napon. A kemény rugózás is egy kicsit olyan, hogy úgy nem ül össze rendesen, nem érzem azt, hogy úgy megnyúlik az egész. A nyúlékonyság az hiányzik belőle, ami egy igen fontos szempont ennél a hard enduro-nál, de talán ami a legnehezebb, hogy mindig lefelébe két ujjas kuplunk, akkor bespórolom az energiáimat, hogy itt ezen az átfordításnél egy ujjal tudjam csinálni. De félek, hogy lefullad, mert ha lefullad, akkor be kell rúgni, akkor inkább pörgeted egy kicsit, hogy nehogy befulladjon, de ha meg pörgeted, akkor meg végképp nem tudod tapadás határon tartani. Tehát ezeket, ha így összeadogatod, ez így halmozottan egy hátrányos helyzetbe hoz téged, amivel ezeknél a keményebb tudtoknál azért rendesen lehet vele szívni.